A Budai Magazint látják, köszöntöm nézőinket! A nyár közelettével fokozottabban kell figyelnünk bőrünk védelmére. A nem megfelelő napozási szokások ugyanis veszélyeztethetik bőrünket, amelynek akár súlyos következményei is lehetnek. Mai adásunk témája a melanóma. Vendégünk a stúdióban dr. Török Mária bőrgyógyász. Köszöntöm a stúdióban! Én is köszöntöm Önt és a nézőket! Doktornő, kezdjük talán ott, hogy mi is pontosan a melanóma. A melanóma a bőr melanin pigment termelő sejtjeinek a rossz indulatú elváltozása és daganattá fejlődő növekedése, ami kikerül a szervezet kontrollja alatt. Tehát a pigment sejtek nagyon szervezett módon megtermelik azt a védő réteget, ami minket a napfénytől megóv. De kikerülnek a szabályozás alól, és már nem törődnek a feladatukkal, hanem daganatképzésbe mennek át. Mely korosztályt érinti a leginkább ez a betegség? A legnagyobb gyakorisággal a 60 év fölötti férfiakat érinti újabban, de bármelyik korosztályban előfordulhat, gyereknél is megtörténhet, csak az mondjuk ritka. Mely testrészünkön fordul elő leginkább? Abban van nemek szerinti eltérés, tehát a férfiaknál a leggyakoribb testrész a hát, utána jön a végtag, és utána mondjuk bárhol, a nőknél pedig az első az alsó végtag, és második a hát, és utána a bárhol. A melanóma mely bőrtípusú embereknél fordul elő a leginkább? Hát leggyakrabban a melanómát a legfehérebb bőrtípusnál látjuk, az egyes típusú kaukázusi bőrnél, amelyik sosem barnul le, csak mindig megég. Vörös haja van, zöld szeme van, nagyon fehér bőre, nála a leggyakoribb, de lehet sötétebbeknél is, tehát lehet fekete szeműnél, barna hajúnál. Alapvetően a melanóma azért a kaukázusi embert érinti. Tehát a mongoloknál, fekete bőrűeknél csak egyféle melanóma van, az újvégi, de az ugyanolyan arányban, mint nálunk. De más melanoma náluk nincs a sötétebb bőrnél, csak a fehérnél. Ez így igaz a fehér lóra is. Fehér lónak is ugyanígy lehet melanómája. Melyek a tünetei a melanómának? Melanómának a tünetei? Hát, hogyha a bőrön jelentkezik, akkor vagy egy anyajegy kezd el megváltozni, nagyon lassan, fokozatosan átalakulni. Itt egy kicsit az a probléma, hogy olyan lassú az átalakulás, hogy az amerikaiak ezt megvizsgálták, hogy se a tulajdonos, se a családtag nem veszi észre a változást. Majd erre visszatérhetünk. A másik, hogy esetleg ott nem volt semmi, újonnan nő, egy ilyen valami daganatféleség, ami lehet pigmentált, vagy rosszabb esetben nem pigmentált, akkor azért még nehezebb azonosítani, hogy ott mi nő. A színe is változhat az anyajegynek, tehát akkor gyanakodhatunk arra, hogy valami probléma van? Hát van olyan típusú melanóma, ahol nem változik a színe, csak elkezd kiemelkedni a bőrből, és van olyan, ahol színben, szélben és felszínben elkezd olyan sokféle lenni. Tehát sokféle melanóma van, az egyiknél van színben, szélben és felszínben szabálytalanság, a másiknál meg csak emelkedik ki, de lényegében a felszíne is szabályos, a színe is szabályos, és az alakja is. Ha jól tudom, több stádiumot különböztetünk meg. Melyek ezek? Hát a stádiumokat az szerint osztályozzuk, hogy egyrészt milyen mélyre terjed a pigment, elszabadult pigment sejteknek a fészkei, milyen rétegekbe törnek be. Másrészt az átétképzés a következő szempont, hogy van átét vagy nincs átét. Lényegében ez is egy sarokkérdés, hogy milyen rétegekbe. Tehát különféle felosztások vannak. Lényegében, amikor eléri a melanoma a 7 mm-t, ami ugye nincs 1 mm, ott már 40%-ban van átét. Tehát gyors. Ezért érdemes szűrni, és amelyik anyajegy esetleg gyanús, tehát kap egy pár rossz pontot, azt inkább addig vegyük ki, amíg jó indulatú, amíg még csak a jó indulatú övön belül van elváltozás. Ha már a szűrést említette, milyen időközönként javasolt elmenni szűrésre? Hát én azt szoktam javasolni, hogy fotózzuk le a betegeket. Tehát legyen őről a lényegében minden testtájról egy fotó, hogyha valaha keressük azt, hogy itt volt valami, nem volt valami, ilyen volt, nem ilyen volt, előrántja, és meg lehet nézni. Másrészt az ő kezébe is van valami, amivel 3-4 hónaponként meg tudja nézni, hogy van változás a bőrén, vagy nincs. Hát, hogyha
ha valakinél van valami olyan anyajegy, akkor azt úgyis inkább kivesszük, úgy általában az évenkénti szűrés elég. Az évenkénti szűrése azért is szükség van, mert nem a melanóma az egyetlen rosszindulatú bőrelváltozás. Van egy lassúbb növekedésű, az bazaliomának hívjuk, de azért helyileg az is destruktív, hogyha nagyon elkésnek, és van úgy, hogy nem veszik észre, különösen az elsőt, akkor már műtét technikailag nem könnyű. Tehát jobb lett volna, ha korábban észreveszünk, de nem gondol rá a beteg, később belejön. Tehát a bazaliománál így életveszély nincs, de nem mindegy, hogy egy mekkora műtét, mekkora bőrhiány, stb. Eléggé megszaporodott valamiért, a kettő közé tenném a laphámsejtes rákoknak az előfordulása. Olyan érdekes, hogy sok ilyen napokozta krónikus elváltozás, ugye nem melanóma lesz belőle, hanem laphámsejtes rák. Na most azt is nézik ennek, nézik annak, elkaparják, mélyebbre terjed. Tehát ezért is az évenkénti szűrés az minimumként javasolható, és azt megbeszélni a betege, hogyha a fotóhoz képest valami nő rajta, mutassa meg, nézzük meg. Mert ugye mondjuk, ha kialakul egy ilyen laphámsejt, annak az egy év ott nagyon sok idő. Nézőink kedvéért mondjuk, hogy ez a laphámsejt, ez mi is pontosan? Hát planocellulális karcinomának hívjuk. Az a baj, hogy az gyorsan tör a mélybe, és áttétet ad, és utána nem igen lehet mit csinálni vele. Tehát nem reagál kemoterápiára, a sugárkezelés is csak átmenetileg. Tehát legjobb, ha időbe ki van metszve. Tehát itt is nagyon fontos a szűrés. Meg a beteggel megbeszéljük, hogyha valahol valami nő rajta, mutassa. Hogyan történik maga a szűrés? Végignézzük a beteget, a haja tövétől a lába ujjáig, mindent megnézünk, mert azért szűrés, hogy régió nehogy kimaradjon. Megbeszélünk vele mindent, lefotózzuk, rögzítjük, és elmondjuk neki, hogy ha valami nő, ne kezdje el kezelni valami savval, ne akarja lekaparni, mert baj lehet belőle. Na, azért, ha mondja az ember, a beteg megérti. És eljön, akkor időbe tudunk mindent megoldani. Van olyan tünet, ami esetleg viszketéssel jár? Hát azt mondják, hogy a melanoma viszkethet, persze, hogy bármilyen elváltozás viszkethet, mert nem normális hám. Tehát ott valamilyen idegsejtet nyom. Hát a viszketése sem mindig az a megoldás, hogy megvakarom, tehát ha ott van egy növedék, akkor mutassuk. Egyformák, nem jellegzetesek, tehát sok tapasztalat kell ahhoz, hogy megítéljük, hogy az mi. Végül is a végső diagnózis mindig szövettani diagnózis, hogyha viselik magukon az elváltozások azokat a jeleket, amik besorolhatóak valamilyen rosszindulatú elváltozásba, vagy egyáltalán szóba jönnek, elküldjük szövettanra. Megnézi a patológus és írásba adja, hogy ő mit talált, és ahhoz tartjuk magunkat. Ezt köthető a melanoma maga egy örökletes betegségtől? Tehát, hogyha igen. A szüleinktől örököljük? Hogyne, igen. Tehát a melanoma egy része öröklött hajlamon alapul. Tehát esetleg a családban nem melanoma van, hanem mondjuk két másik rák, de ugyanazzal a génnel öröklődik. Tehát arra azért rá szoktam kérdezni, hogy ez meg az a daganat volt-e a családban. Mert lehet, hogy nem volt melanoma, de ha az a két daganat volt, akkor azért őnál előfordulhat nagyobb valószínűséggel melanoma. Hogyan előzhetjük meg, ugye, hagyja magát a kérdés? Hát azért, mert valakinek van egy hajlama, az a születéskor is megvolt. Tehát az nem ok arra, hogy ez valaha kijöjjön. Az életmódi rendszabályokkal. Na mostan milyen életmódi rendszabályokat mondanék a melanómára? Hát nem okvetlenül az, hogy soha ne menjen napra. Mert a napfürdő mindenkinek kell. Tehát azért, mert van egy melanóma hajlama, még attól 15-20 percet ő kimehet a napra, és csak utána kenje be magát fényvédővel, a napfürdőre szüksége van. Amire senkinek nincs szüksége, az a napégés. Hát attól mindenki óvakodjon, mert úgyis tönkre megy csak a bőre, tehát a kollagénrostokat, meg minden tönkretesz. A laphámráknak is a valószínűségét növelik a napégések, bár ez egy bonyolult kérdés. Tehát az első az, hogy egy kis napra neki szüksége van. Kettő, ne fárassza le magát. Tehát akkor, amikor az immunrendszer ugye együtt a szervezettel lefárad, akkor azokat a rossz sejteket, amik mindig képződnek bennünk, azt félrenéz és hagyja növekedni. Tehát éljen egészségesen, sportoljon, kerülje a stresszt. Nem biztos, hogy,
hogyha egy lefáradt szervezetnél valaki ad egy tanácsot, hogy ez az immunrendszert erősíti, az nem biztos, hogy jó. Mert az immunrendszer nem egy önálló, hogyha az egész szervezet fáradt, és az immunrendszer próbáljuk erősíteni, valami elszabadulhat. Ugye kikerülhet a kontroll alól. Tehát az egész szervezetet kell mindig felhozni. Ahhoz, hogy kialakuljon egy rák, ahhoz az immunrendszer olyan 30-40%-on működik már. Fontos, hogy 11 és 3 óra között ne menjünk napra, tehát hogy ne napozzunk, ez mindig fennáll ez a... Hát ez bőrtől függ, tehát olyan bőr, amelyik nem ég meg. Hát az akar, menjen ki, de a szemére vigyázzon. Ugye, mert ha magas az ozon termelés, a szemünk is érzékeny, és akkor vegyen olyan szemüveget, vagy háttalanapnak. Tehát mindenki tudja, hogy mennyi az a napfény, amitől nem ég meg. A lényeg, hogy ne égjen meg. Az ön praxisában, jobban mondva, először inkább arra lennék kíváncsi, hogy a serdülőkorban mennyire gyakori maga a melanoma? Hát nagyon ritka. Nagyon ritka. 28 év körül voltak betegek, akik már kezelt melanomások. Hát elég szomorú azért ez. Tehát a 20 éves kortól van, de én magamnál nem láttam, csak irodalmi adatból tudom, hogy lehet gyereknél. Mert például Ausztriában bizonyos centrumokban kezelnek gyerekmelanomást is. Én nem láttam még, de hát ha lehet Ausztriában, F-ben nálunk is lehet. Hány éves kortól javasolt elkezdeni szűrésekre járni? Hát általában a szűrők aggódnak, és ilyen serdülőkortól elhozzák a gyerekeket. Lefotózom, elmentik, és azt szoktam mondani, hogy 30 éves korig jó indulatú anyajegyek jelenhetnek meg. Tehát nem kell bepánikolni, ha fotón nem volt, de jött, megint megnézzük, nagy valószínűséggel rendben van, 30 éves korig normális, hogy még újabb anyajegyek jelentkeznek. 30 éves kor után, ha jön egy új pigmentált valami, akkor azt azért mutatni kell. Az ön praxisában természetesen, igen, elmondhatunk, meg volt mondjuk a legfiatalabb páciens, vagy ami mondjuk ilyen nagyon érdekes és kirívó eset volt? Az a kismama, aki nem hozzám jött, hanem a nőgyógyász kollégához, csak oda hívott, és mondta, hogy mondjam meg, hogy mi van a kézhátán. A második gyermekét várta, és hát mondtam, hogy nagyon sürgősen itt intézkedni kell, megnéztem, mert ez nagy valószínűséggel egy ilyen rossz indulatú melanóma. És kinevetett, azt mondta, hogy miért ez itten csak egy kis csomó. És nem volt hajlandó megmozdulni, bele sem merek gondolni, hogy mi lett aztán vele. Ilyenkor nem akkor jött például vissza. A terhes kismamáknál ugyanúgy műtét következik, hát, vagy miután a kisbabák A terhesség az fokozott kockázat a melanómára. Uh-huh. És miután a terhességben van egy immuntolerancia, ezért még gyorsabb. Ugye, és akkor végtagom van, hát nem szeretek ebbe belegondolni, néha a beteg is felelőtlen. Tehát azon sok élet oda vész, hogy nem akar tudomást venni arról, ami valójában van. Ő azt gondolja, hogy ez a kis csomó mi bajt csinált, az a baj, hogy ez nem marad úgy. Elkezd menni a nyirokcsomóba, a véráramba, szóval ha már egyszer a szervezet ezt nem tudta megakadályozni, hogy itt egy melanoma kialakuljon, utána már az átétképzést még nehezebben tudja kezelni. Nagyon fontos, hogy amint valamit észlelünk, valami elváltozást a bőrünkön, akkor azonnal bőrgyógyászhoz forduljon. Ami nem volt ott, nem múlik. Igen, azt mutatni kell, mert néha melanománál előfordul, hogy nem pigmentált. Az egy nehezebb eset. Nagyon fontos, hogy semmiféle kenőccsel vagy krémmel ne kenjük. Ne kezdjük el házi kenőccsel, különféle szerekkel fújni, mert csak az időt húzzuk vele, és nem fog ettől elmúlni. Körömvirágkrém és ehhez hasonló, nem múlik el tőle a melanoma. Doktornő, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk és beszéltünk a témáról. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!